Igazából a legelső kapcsolódás az még a születése előtt történt, mert nekem egy csodálatos nőgyógyászom volt, egy nő, úgy hívják, hogy Pop Andrea, és ő azt mondta nekem, hogy a 9. hónapban kezdjek el kommunikálni a méhnyakammal és a gyerekemmel. És én bevallom, hogy először nevettem ezen, hogy ezt hogy kell csinálni. És mondta, hogy lényegében az utolsó hónapban teljesen zárkózzak be, és ne vegyem fel a telefont, és legyenek kedvencek, akik hívhatnak, de egyébként csak így legyünk ketten, és beszéljük ezt meg, hogy mi ezt hogy akarjuk, és hogy hogy lesz a legjobb. És én ott kezdtem el igazán beszélgetni a gyerekemmel. És az egész szülés az egy ilyen mámorító, csodálatos élmény volt, amit kb. Bármikor újból és újból átélnék. Egyszerűen azért, mert egy olyan segítségem volt az Andrea által, aki azt mondta nekem, hogy a fájdalomra arra barátként kell tekinteni, mert hogyha fáj, akkor az azt jelenti, hogy jó, és azt nem szabad elnyomni, hanem meg kell küzdeni vele, de hogy ez egy segítség. És hogyha kikapcsolom az agyamba a félelmet, és azt, hogy a fájdalmat fájdalomként éljem meg, akkor rendkívül hatékony leszek, és hamarabb találkozom a gyerekemmel, és ez így, tényleg így lett. Tehát, hogy én semmi más nem csináltam az utolsó hónapban, mint erre meditáltam. Úgyhogy lényegében a kapcsolódásunk az azt hiszem ott indult el. Ez igazából később esett le, és egyébként először nem volt egy jó felismerés az anyává válás, vagy egyáltalán szülővé válni. Tehát én azt hiszem, hogy kimondhatom azt, hogy egy szülőszobán az a pár, az meghal. Tehát az a férfi és az a nő, az meghal, és ott valami új születik. Nem csak egy gyerekkel, hanem az a két ember is egy már más emberként jön ki. És az, hogy ők azt hogy élik túl, vagy egyáltalán mi lesz az ő kapcsolatukkal, az nagyon nehéz. És ott van egy veszteség. Ott van egy veszteség, mert már sose leszünk egyedül, és sose leszünk csak mi ketten, és nagyon nehéz azt felismerni például, hogy vagy nekünk nehéz volt, hogy mi nem tudtunk megújulni. Tehát mi egy nagyon nagy szerelemből nagyon-nagyon vártuk ezt a kislányt, és nem működött. Tehát pedig mindenki mindent megpróbált. És akkor éreztem igazán ezt a változást, hogy azért valakit ott hagytam ott a szülőszobán is, és meg kell ismerkedjek magammal újból. Az elején rengeteg segítséget kaptam anyukámtól, könyvekből, internetről, barátnőktől, és bevallom, hogy nagyon igényeltem is ezt a segítséget, és körülbelül 3 hónapos volt a gyerekem, amikor azt éreztem, hogy én ettől megfulladok, és vissza kell térni oda, hogy amikor még csak kommunikáltam a méhnyakammal, meg a babámmal, mert az lesz az igazi. És nekem egyszerűen az volt, hogy 3 hónapos volt a gyerek, amikor minden könyvet eldobtam, megszakítottam azokat a kapcsolatokat, amik úgy éreztem, hogy mindenki csak szajkózza, hogy neki mi a jó, de igazából senki nem tudja, hogy nekünk mi a jó, vagy hogy az én gyerekemnek mire van igénye. És ameddig én őt megpróbáltam nevelni, aszerint szoptatni, aszerint altatni, ahogy ezt a könyvek írják, nagyon szenvedtünk. És abban a pillanatban, amikor én teljesen bezárkóztam, és megint arra meditáltam magunkat, hogy csak ketten legyünk, minden megoldódott, és lényegében ez azóta ez van, tehát hogy ott volt egy rövid megbicsaklás bennem, amikor azt éreztem, hogy hát azért nem erről volt szó, és szerintem csak befele kell figyelni. Amikor vártuk a Hannát, akkor elmentünk egy nagyon jó szülésfelkészítő tanfolyamra, és ott egy laktációs tanácsadó vezetett be minket, hogy milyen lehetőségek vannak, és nem volt kérdés, hogy már én akkor tudtam, hogy én az igény szerinti szoptatást fogom választani, és aztán ezt így is lett, és én 2,5 évig szoptattam a kislányomat, már bőven hozzátáplál, már minden volt, de ez megmaradt. És úgy igény szerint, hogy ő 1 éves volt, amikor én először eljöttem otthonról dolgozni,
és utána elkezdtem folyamatosan. De mindig az volt, hogy lényegében, ha én jelen vagyok, akkor ő valamilyen módon a mellemem van. És ez őt feltöltötte arra az időre, amíg én elmentem dolgozni. Tehát nem az volt, hogy hozni kellett oda állandóan, mert ő nem bírta, hanem a kapcsolódás az megmaradt. És ez 2,5 éves koráig így volt. Úgyhogy a legcsodálatosabb élmény ez a mai napig. Tehát én ezt semmiképpen nem csinálnám másképp. És például ez egy csodálatos szakember volt, aki így bevezetett engem ebbe, és több olyan ismerősöm volt, akinél ez problémát okozott, és mindig az Orsit mondtam, hogy tessék menni az Orsihoz, mert ő ezt megtanítja, és ezt tudja jól csinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem. Nekem pozitív tapasztalataim voltak azzal, hogy az emberek, nem már még mindig, hogy bírod? És mindig mondtam, hogy hát ez a legegyszerűbb. Tehát én azt gondoltam, hogy nálam van a lottó ötös. Tehát az én gyerekem, nálunk nem voltak hisztik, nem volt a kétségbeesések, nem volt fogzási probléma, mert mindenre ott volt a megoldás, és én vagyok a megoldás. És én azt éreztem, hogy ez annyira egyszerű. Úgyhogy engem ilyen értelemben nem ért megkülönböztetés. Amivel meg kellett küzdenünk, az, hogy egy parkban, egy étteremben, egy kávézóban, egy strandon, bármennyire is megpróbáltam rendkívül ízlésesen egy kendővel letakarva ezt, azért az nagyon kellemetlen volt, hogy valahogy ez nem természetes, vagy olyan furcsán néznek az emberre, és olyan jönnek a szexista mondatok. De valahogy annyira azt éreztem, hogy annyira erőteljesen hittem abban, hogy ezt én... Akkor nem tetszik, el kell fordulni, de én nem zavart meg közben, mondjuk. Mi addig voltunk együtt a Hannával ketten, ameddig erre úgy igazán szükség volt, és lényegében 2 évesen bölcs is lett, és azonnal ment magától. Tehát, hogy nekünk szerencsére nem volt se kórház, és semmi olyan probléma, amikor... De most 9,5 éves, és még nem volt 7 nap, amit külön töltöttünk volna. Tehát valahogy mindig úgy alakul, hogy azt hiszem talán 5 nap volt a legtöbb idő, amit külön, de azt gondolom, hogyha most 2 hetet kéne, se lenne már probléma. Tehát, hogy valahogy ez annyira biztos lábokon áll, hogy sem bölcsődei, sem ódai beszóttatással például probléma nem volt. Én csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy én azt gondolom, hogyha csak befele figyeltek és a babátokra, és nem akartok megfelelni senkinek, akkor ott lesz a megoldás, hogy nem vagytok egyedül, mert ott van a babátok, és azt hiszem, hogy ez a lényeg.